vegyes érzéseim vannak, meg megmondom őszintén. Az első fél időben parádésan futballoztunk, úgy gondolom, hogy nagyon megleptük a Berkenye csapatát. Szélen és középen is nagyon jól bontottunk, mögéig tudtunk kerülni, csodaszép gólokat szereztünk. A Baricsabi is kettőt, akkor a Kerek Norbi, amit itt ketten műveltek a Baranyi Ricsivel, az fantasztikus volt. És még voltak is lehetőségeink, aztán kijöttünk a második fél időre, ott nagyon nem találtuk a ritmust. Az ellenfél edzője húzott egy olyat, hogy bejött ő is középre, egyet többen voltak, ott volt egy for középen, egyszerűen nem tudtuk fölvenni az embereket, folyamatosan ívelgették nekünk a labdát, és a 16-oson belülre beesett, 10-ből 10-et nem tudtunk megszerezni, tehát nagyon nagy káosz volt, gyorsan szereztek két gólt, nagyon bemelegedett a mérkőzés. Nézegettem ki az eredményjelzőre, egy percek mentek el, én úgy éreztem, hogy 20 perc ment el, aztán az utolsó 5 percet tudtunk úgy kijönni, ott már voltak lehetőségeink, ott már tudtuk volna még növelni az előnyt. Úgyhogy egy nagyon kaotikus meccset sikerült hál' Istennek itthon megnyerni, úgyhogy gratulálok a csapatnak, az ellenfélnek is, mert a második félben nagyot játszott. Úgy gondolom, hogy ezt mi hagytuk, mert nagyon bent ragadtunk az öltözőbe, de hál' Istennek megvan a 3 pont, ami nagyon fontos egy ilyen idény kezdetné, és a bajnok csapatot sikerült itthon megvenni, úgyhogy remélem ez ad egy lökést a csapatnak, és tovább tudjuk folytatni ezt a... és tovább tudunk menni, ez akkor ér majd valamit, hogyha idegenben is tudunk majd győzedelmeskedni. Én úgy gondolom, hogy egy megyei szintén egy nagyon szórakoztató és jó mérkőzést láthattak a népes szurkolótáborok, akik kilátogattak erre a mai meccsre. Két ellentétes fél időt láttunk, ugye első fél időből a Karancslap úgy, hogy másodban szerintem mi voltunk jobbak, ugye a gólokban is mérhető volt. Kicsit felforgatott csapattal voltunk kényszerűek ma is ugye útra kelni. Ugye én voltam a jobb hátvéd, a Dömök Rikó a bal hátvéd, aki mind a ketten igazából támadók vagyunk, támadó személyjátékosok, de ugye kényszerből megpróbáltuk ezt, ez 3 belső védős játékot. De ült is a taktika a támadásba, viszont védekezésbe olyan elemi hibákat vétettünk, pont mondom a srácoknak, hogy ezt túl 12-ben megcsinálják Námot Vácon, akkor kiabálok az öltözőbe. Ennek ellenére második fél időben úgy gondolom, hogy volt tartás a csapatnak, és elkezdtünk futballozni, kockáztattunk, szerkezetet váltottunk, átálltunk egy másik rendszerre, egy támadó futballra. Kicsit ebben én is benne vagyok, mert lehet, hogy az elejétől már így kellett volna kezdeni. Becsorítottuk az ellenfelet a térfelükre, nagyon szép gólokat rúgtunk, úgy gondolom az első fél időben Fábri Tomi a kapufájába megy 2-0-nál, akkor talán még szorosabb lett volna. Itt a végén volt 2-3 lövés, ez nagyon szokon múlott, hogy nem egyenlítettünk ki. De még egyszer mondom, egy nagyon jó erőkből álló és nagyon jó csapat ellen játszottunk. Sajnálom nem sikerült az első bajnoki mérkőzés, de még egyszer mondom, a másik fél időből ki lehet indulni. Mondtam a srácoknak, hogy el kell kezdeni most már edzésre járni, mert sok játékoson érződött az, hogy egyrészt, hogy a mérkőzés hiányom, másrészt, hogy még talán egy vagy két edzésem volt idén, így ezen a szinten sem lehet játszani ezt a sportot, mert itt futni kell, 40 fok volt, menni kellett előre. Volt, aki nem bírta annyira, de többsége azt szívvel, lélekkel csinálta, de mondom, mindenki kitette a lelkét a pályára, csak nyilván valaki még nincsen fizikai állapotban. Megyünk tovább, jövő héten próbálunk javítani, és őt fogunk is, akkor remélem már egy nagyobb kerettel fogunk tudni dolgozni.